Sziasztok! Claire vagyok, és a kötni jó fonalak. Ebben a rövid videóban a lemfonalról szeretnék ejteni pár szót, és megmutatni azt, hogy milyen lemfonalak kaphatók most a kötni jó webshopban. Kezdjük azt hiszem az egyik legjobb fonallal, ami van. Ez egy 100%-os, 100%-ban lentartalmú fonal. Most, amit láttok a képen, az élőben is így néz ki. Ő az. Loro Piano a gyártó. Ez egy világmárka. És maga a fonal, zsinórfonal. Látjátok, egy ilyen zsinór van horgolva. Egy vékony lenszából készítettek egy vékony zsinort. Zsinórfonalak általában könnyebb anyagot adnak, kevesebb kell súlyban belőlük, és szépen lehet, nagyon jól, nagyon szép belőle a minta, szófogadó fonal. Szóval van ez a narancssárga, Loro Piano, 400 méter van a 100 gramban, ez a próbakötés ebből a fonalból készült, egy szálból, 2,75-ös tűvel kötöttem. Vékony, tényleg vékony. Ennek ellenére könnyű vele dolgozni, könnyű kötni. Nagyon szépen kiadja a mintát, és nézzétek. 100%-os lenni, és úgy viselkedik, mint egy sejem. Kettő színben kapható konkrétan ez a fonal, de a másikat már ebből alig-alig maradt valami. Sárga, ilyen napraforgó sárga. És ez egy ilyen répa narancs. Élőben talán egy picit tompább, azért nem ilyen narancssárga, de nem ilyen erős a színe. A következő lenfonal hasonló ehhez a narancssárgához, mert ő is zsinórfonal, megnézem a gyártót, azt hiszem ez nem Loro Piano, de ez is nagyon szép, vastagabb, 100% len, és 250 méter van a 100 g fonalban. Ez is egy zsinór, csak vastagabb. Próbadarabom nincs, valószínűleg ugyanígy fog kinézni, csak egy picit vastagabb lesz azért, mert nem, ez ugye 400 méter a 100 gram, ez pedig 250 méter a 100 gram. Puha, egyébként ezt nem mondtam el a narancssárgánál is, de egy puha fonal, nem az a durva len, amit majdnem sokára megmutatok. Ez egy puha fonal, mert így mosatlan állapotban, így csévén is puha, így látjátok, tudom, össze tudom nyomni, nem olyan kemény. És ez a rózsaszín is ugyanolyan puha. Nagyon szép színe van, ilyen májusi, barackvirág, rózsaszín ez a szín. Ugye a videó, a kamera is elég jól átadja a valódi színét, picit fényes, nem olyan nagyon, de egy pici fénye azért van. És akkor van még nekünk ilyen kék és fehér. Fehérből azért még van bőven a kék, és elég sokan vásároltatok belőle. Köszönöm szépen a bizalmat. A kék és a fehér is ilyen zsinór. Kicsit tömörebb zsinór, mint a narancssárga és a rózsaszín. De ettől függetlenül ugyanúgy puha és kellemes. A szálvastagsága 300, igen, jó, mondom, 320 méter per 100 gram, valamivel vastagabb, mint a narancssárga, de vékonyabb, mint a rózsaszín, és kék. Ez így egy páros, egyforma a szálvastagságuk. A kék élőben sötétebb, sötét farmer kék, nem ilyen nagyon, nem ilyen erős. Szép mind a kettő. És akkor van még egy ilyen különleges lenfonalunk. A webshopban nem a lenek közt lesz, hanem a flitteres fonalak között van. De mivel ez is 100%-ban len, igen, 350 per 100 gram, úgy gondoltam, hogy itt fogom megmutatni. Ez egy sodrot fonal, nem zsinór fonal, és ilyen pici kis flitterek vannak benne. És fénylik. Így jobban látszik.
Akár önmagában, akár valamivel kombinálva is köthetjük. Gyertek, egy-egy. Nincs olyan sűrű, ez a flitter a fonalba téve. Hol is vagy? Letek. Na, hol? Ja, annyira picik, hogy hirtelen észre se veszem, hogy ott van, pedig itt van. Olyan. 40 cm-enként van, ezért azt mondom, hogy ezt önmagában kötjük is, nagyon jól fog kinézni, mert nem lesz olyan túl zsúfolva. Itt-ott lesz egy-egy ilyen fényes kis flitter, kb. Mint ezen a csívén is látjuk, hogy itt-ott megjelenik. És akkor megmutatom azt a lemfonalat, amiből kötöttem a felsőt, sokan láttátok már. Ő az. Az enyém ebből a színből készült. Picit barnásabb élőben a színe. Ez a barna egyébként. Barna van belőle. Van ilyen szürke. Aszfalt. Szürke, grafit szürke és fekete. Barnából van itt egy próbakötésem. Ebből kötöttem a felsőt is. Ennek alapján. És... két szálból. Ez két szálból készült. Ez a darab egy szálból készült. Ez a szín már elfogyott, mert még a legelején, mikor megjelent, el is fogyott. De csak azért mutatom meg, mert ez végülis ugyanaz a fonal, mint a szürke, a fekete és a barna. Csak egy szálból kötöttem ezt a darabot. Itt van két szálból. Így néznek ki a gombolyagok, amit ti megkaptok. Ez egy 15 dekás, vagy 150 grammos, azt hiszem ez a tekercs. Egy szálat belülről vettem ki, egyet kívülről, és így kötöttem két szálból, de azt hiszem, hogy inkább két gombolyagból érdemes kötni, hogy ne legyen majd gabajodás, illetve ki kell próbálni, kinek mi a kényelmes. És akkor megmutatom a kész felsőt, hogy hogy néz ki belőle az anyag, mosás előtt és mosás után is. Távolabb teszem a kamerát. Itt van ez a felső, amit ti láttatok az oldalon is. Nyitjátok ezt az anyagot? Azért gondoltam, hogy csinálok egy videót, mert a fotón is nagyon jól néz ki maga az anyag, de ez tényleg ilyen, nem csak a képen. Nem egy sikeres képről van szó, tényleg, azon képen semmit nem csináltam, nem változtattam. Ez az anyag ilyen. Egyszer oda vagyok érte. Tudjátok, ez két szál. Két szálból kötve. Mivel a len viszonylag nehéz anyag, mindeközben nem nyúlik egyáltalán. A nem nyúlik, ez nem az... Ez azt jelenti, hogy maga a szál, a fonal nem rugalmas. Míg egy gyapjú fonalat meg tudunk húzni, és azért van valami mozgása, ezt akármilyen erősen fogom húzni, ezt nem tudom nyújtani. Tapintásra ez egy durva madzag, egy vékony, sodrot, durva madzag. Ennek ellenére elég gyorsan lehet vele kötni, nem is olyan rossz kötni. Amilyen durva, de nem érzem azt, hogy elfárad a kezem, vagy fájna az ujjam tőle. Viszont a végeredmény az valami fantasztikus. Azt akartam elmondani, hogy ugye ez egy nehéz anyag, viszonylag nehéz, maga a len fonal. Ezért mi kötöm, a szem magassága sokkal kisebb. Azzal számolni kell, hogy ez az anyag mosásban, hozban nem nyúlik, de úgy nyúlik, ami ténylegesen nem nyúlik, csak kisimulnak a szemek, és ezáltal lesz hosszabb az anyag, azaz nem nyúlik meg, de hosszabb lesz az anyag, meg kisimulnak ezek a szemek. Ugye meg is mutatom, hogy miről beszélek, meg közben kötöm a másodikat.
ugyanebből a fonalból fekete színbe. Látjátok, hogy néz ki ez kötés előtt? Egy ilyen drótkerítés szerűség. Ez ugyanaz az anyag. Kettő. Egyforma. Így néz ki, míg kötöm. Ezt a mintát nagyon egyszerűen csinálom. Azt csinálom, hogy kötök 6 sort 2 szálból, és 6 sort 1 szálból. 6 sor 2 szálból, 6 sor 1 szálból, majd a végén az elképzelésem szerint egy ilyen csíkos anyagot fogok kapni. És nézzétek, hogy néz ki az kötésben. Ezt azért mutatom, mert aki már vásárolt ebből a fonalból, vagy szeretne vásárolni, ne ijedjen meg, ha elsőre nagyon durvának és furcsának tűnik az anyag. Tényleg így néz ki mosás előtt, nyersen. Ez egy nyers anyag. Mikor ezzel elkészülök, akkor azt fogom csinálni, hogy kimosom finom mosószeres vízbe, illetve hát beáztatom. Egy icipicit megnyomkodom, leöntöm ezt a vizet, utána ecetes vízbe is fogom áztatni egy bő órát. Majd nagyon sok vízbe fogom öblíteni, mert ezzel már van tapasztalatom a barnával. Nem tudom, legalább 10 öblítővizet használtam. Mire azt mondtam, hogy ez már jó, rengeteg festéket engedett ki magából. Ez természetes jelenség egyébként, minden len fonalra jellemző, nem csak a lenre, a kenderre, a csalánra, a növényi fonalokra. Ők kevésbé tudják magukba szívni a festéket, mint a gyapjú fonalak. Ezért az első egy-két alkalommal azzal számolni kell, hogy nagyon sok festék fogja a vizet, sok festéket enged magából. De majd a jövőben, néhány mosás után ez már nem lesz olyan, egyáltalán nem lesz jellemző. Szóval ezzel számoljatok, és ettől se kell majd megijedni, hogy nagyon festékes a víz. És nem csak a víz festékes, hanem a kezem is befogja, mikor kötök. Most nem látjátok, mert megmostam a kezem szappannal, és olyankor nagyon szépen lejön, de mikor kötök, ez itt ez, azért fog. Most még nem látszik, de kötnék 6-7 sort, mert itt azért szürkébb lenne a kezem. Itt is majd látszik. Most próbálom egy kicsit őrzölni, de nem akarja. Minden esetre fog, kötés közben fogja a kezet, szappannal le lehet mosni, majd picit szürkébb itt az ujjam. Látjátok. Nem tudom, mennyire látjátok, de az is természetes, hogy ez a fekete, a szürke és a barna azért fog, mikor kötünk. Szapanos kézmosás után nagyon szépen lejön ez a festék, de ezzel kötés után kezet kell mosni. Még hogy ez az anyag ilyen szép legyen, ilyen lágy esésű. Látjátok, mennyi gyűröm ezt az anyagot, és mégse gyűrődött össze. Felemelem, és teljesen sima. Hogy ilyen legyen ebből a merev fekete anyagból, mert ugye ilyet szeretnék, és ugyanabból a fonalból kötöm. A sok öblítésen kívül áztattam egy jó órát öblítőszeres vízbe is. A len, hogy megpuhuljon, azért kell neki az öblítőszer. Nyugodtan csináljunk az utolsó öblítő vízbe, tegyünk bele bőven öblítőszert, hadázzon ott fél órát, egy órát, akár két órát is, utána még azért, hogy ne legyen nagyon erős az illata, vagy kinek hogy tetszik, ki lehet öblíteni tiszta vízben. És amikor megszáradt, akkor még a vasalóval végig gőzöltem az egész anyagot, azt nem vasaltam ki, de így tartottam a vasalót, így az anyag felett, kiterítettem az anyagot vasalódeszkán, vagy sima felületen, és akkor így a forró gőzzel végigmentem rajta mindenhol. Na most én ezt a műveletet megcsináltam kétszer. A mosást, az öblítést és a gőzölést. Kimostam, áztattam, gőzöltem, most megszáradt gőzöltem, utána még egyszer megcsináltam, és a második vizes gőzölés kezelés után láttam azt, hogy ez az anyag most már van fantasztikusan jó lett. Kellemes viselni, nagyon szép, nagyon jól néz ki. És nagyon fogom szeretni, mondjuk én ezt nem fogom szeretni, mert
nem lesz az enyém, anyukám kapja, ővé lesz, nagyon fogja szeretni, de a fekete az enyém lesz, úgyhogy azt én fogom majd szeretni. És bízom benne, hogy nektek segített valamennyiben ez a videó, és ti is fogjátok szeretni a ti len felsőtöket, amit köttet magatoknak nyárra. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, gyertek máskor is, sziasztok!